Mert te mindig tudod, hogy mi a helyzet. Jó. Igaz? Most nincsenek itt a jobbikosok. Bácsi! Ezt adja le az internetet. Gárdistákat elvitték a börtönbe, úgyhogy már nincs mitől félnünk. A cigányok a királyok. Lehet, hogy innen lehet látni, mert ott vannak. Lássátok, ahol mennyi még lejjebb, mennyi még Ádám lejjebb. De nem lehet kocsival tudom felemenni. Sanyi, bal oldalán lesz majd a hegyen, ahol beszállnak a cigányok. De hát itt már nem lehet tovább lemenni, ugye? Ebben jár ki dolgozni. Persze. Ára menjünk el! Igen, ára ott esik! Jó van, gyere Sanyi, itt lehet, hogy kerüljük itt jönni, akkor ezt. Még dolgunk is előtt fordulva. A tátszikon. Akarat, akaratlan úgy zártam csak az emberek. Valakot járok. Ő lenne a főnökünk Attila. Parka Sáros. Szőke Sándor. Szőke Sándor. Horváth Aladá. Adányi János. Adányi János úr. Meg szeretnék nézni a románikot. Jó, jöjjenek. Akkor dolgoznak. Dolgoznak. Büszkék vagyunk, mint a cigányaink. És ha nem cigértázol, akkor többet eszem. Nem cigizek, és mindenek érzem az ízét, és minden édes vagyok. Ja, az rossz, ha minden édes, az rossz. Nem jó. De pihenjünk egy picit. Sanyi? Sanyi? Sántikálok, azt jó van, nehogy beteg legyik nekem. Nem. Nehogy. Nem mondjam már ilyet, apu. Jó van, fiam. Nem ülne ki való. Ádám, bírod még? Még bírod. Pedig mit itt fogsz maradni? Két hétig kiásztad a nap, mint nap, jó? Én is. Abban nem sokat jön. Majd itt megpihenünk a kis tárcsot. Mindenem. Úgyis már most. Látod, milyen szép a tája most? Nézem, gyönyörű. Gyönyörűség ez. Gyönyörű. Hányan laknak a faluba? 2860. Hát így volt, ilyen. Látnátok, hogy jobban, hogy mit kell csinálni, mert ott vannak ilyen bokrok, magasabb a aljnövényzet, amit kaszával megtisztítanak, baltával kivágjuk, ilyen kazalba próbáljuk betenni, akkor vannak így kövek szanaszét szórva, azt próbáljuk egy helyre becsoportosítani. Nem romol, úgy volt előző terben, nagyon komoly. 28 roma, 12 többségi lakos paraszt. A 12 paraszt nem vállalta. Nem vállaltak az ágyat. Azért már ők megtehetik. Igen, papíron kapnak. Ők megtehetik, mert többségi lakosok. Igen. De ha mi tesszük meg ezt, akkor nekünk azon előtt ezek is pénzünk. Hogy választhatunk, hogy vagy kell, vagy nem kell, holott nincs választás. Ez fontos. Mi volt az eredeti terv? Eredeti terv az volt, kérlek szépen, hogy 28 roma származású egyén és 12 többségi lakos dolgozott volna vegyesen. Hisz azt szerettünk volna, hogy ez a békés, nyugodt állapot térjen vissza, ami ezelőtt volt. A közösségen belül. Most hány többségi lakos van itt most? Kettő. Kettő, az egyik a munkavezető, a másik meg ilyen motorfűrészes. De ez a két gyerek az egység gyöngyöspatai lakos. Egyik nagyrédei, a másik meg gyöngyösi.
Sajnos, ilyen életben vagyunk. És képzeld el, hogy egész területet ők a szájában. Sajnos. Már mi részünk között. Így van, így van. És hiába dolgozunk mi bármit, nem néznek minket semmiben. Nullába. Sajnos. Hát ilyen jó, hogy összeszed éppen, mert azt mondta éppen a hatunkának, hogy felálltak, akkor megtudt befele, hogy mindenki menjen be az önkormányzatnak a parkolójába, mert beszélni akar velünk a falu jegyzője. A jegyző? Igen. Nem tudom, mit akar. De most először? Hát most igen, szólt a vezetőnknek, hogy mindenki oda menjen. Most. Hogy most mit akar? Hányan? Most, ha végzünk, ha bemegyünk, végre. Mikor végeznek? Mert fél 8-kor kezdtek, ugye? 3-50-kor. 3-50-kor hagyjuk abba, 4-kor indulunk el. Ez azt jelenti, hogy ilyen fél 5-kor lesznek bent. Akkor bemennek, ugye? Hát be kellnek. Hát, az a... Az férfiak. És az első napi busz, ez mi? Csak reklámbút, igen. És te betenyelsz a kamubút? Nem. Hát a kamubút a falu végeig. Ennyi. A falu végeig. Gyalogig lehet filmezni. Így van. És azóta pedig gyaloglás minden reggel. Így van. És az persze az nem a munkaidőben van. Nem, hamarabb. Mit számít az idejük? Hát hiszen jól vagy van, fő vagy itt dolgoznak, akkor ti nem. Igen. És ha lehet sarlóval is lehetne, vagy négy két napot. Minden. Ott a sarlónk van, minden vezetőnek. Ami a múlt rendszerben volt valamikor, hogy sallózunk. Szükséges volt. Ám otthon se sallózunk az udvaron. A 80 évvel ezelőtt. És azt mondom, amikor nekiveljük a csikapogornak, ilyen sallóval azt ki kell vágni. Sallóval a csikapogornak? Hát azt is ki kell vágni, azt is. Miért nem ültetik bele, az lenne a legjobb. Nem, ők azt gondolták, hogy nem bírjuk ezt a munkát. Hogy az első évet feladjuk. Azt akarják, hogy első évet feladjuk. Mert ha az a demonstráció, hogy a cigányok nem dolgoznak, akkor ez a legegyszerűbb. Ha meg dolgoznak, akkor nem nézünk oda, és ha lehet akadályozzuk, és ha lehet adunk nekik tűzszűt, hogy azzal. Itt arra megy ki a játék, itt a játék kérem szép arra megy ki, hogy most ki bírja tovább. Tényleg erre megy ki. Arra megy ki a játék. Ha tűlünk, minden pénz elvonjon a minden támogatás. Itt a játék kérem szépen arra megy ki. Mit ne adjon fel az ember? Mi nem akarjuk, mert itt dolgozunk. Mire lenne szükség? Én ma idős vagyok, hát, gépre. Ha gépre, ha nem... Hatatál a gépeket, és akkor lehetne nyugodtan. Sallózunk. Hát de direkt azért nem adják a gépet, hogy többet szenvedjünk. Hát ez direkt azért adtak a sallót. Aztán meg aztán kérdés szépen... De ezt is elvállaltuk. Elvállaltuk ezt is. Ezt is. Nem is, meg aztán fenyegetnek. Lehet, hogy mindenkinek munkát akarnak adni, gépre meg nem. Hát így van. Nem mindegy, csak legyen munka, meg fizessenek. Itt minket az érdekel. Hát mi örülünk a munkának, de hát ennek, ami így van, emberteresít körülményét között van. Tehát a 19. században csak így dolgoztak. Így van. Hát de hol van már a 19. században? A 19. században sok boldog ember volt a világban. Így van. Visszagyönnek. És akkor több volt a szeretet. Ad viszont a 30 magyar munkát, és a pénzt meg ugyanúgy kapja, pénzt. A pénzt meg ugyanúgy kapja. János, kaptok valami védőitalt? Kaptok valami? Semmi! 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 Semmi
van egy úriember, de van egy úriember nálunk, Balis, Baliba, fejjel csináltunk egy ilyen árulkos helyet, ezekből a mert itt hiába feni, vastag a pofája, és nem fog. Kevesebbet kéne fenni, ugye hát, hogyha megmaradva, mert ilyen kaszával. Gyerekek, mehettek fel a helyre, vigyétek vissza a szerszámokat. Jó, akkor beszélgessetek, János. Mindjárt menünk fel, mi is, ők is jönnek felfelé. Itt az a csendőrök. Hát az mikorra ígérték a csendőrök? Hát szerintem már szeptembertől mindenhol bent lesz. És azt mondták, hogy nem helybéli emberek, hanem nem ide valósiak, direkt azért, hogy ne legyen veszekedés. Mert egy rendes máshonnan jött csendőr, az barát lényegében. Így másrészt meg, tele van a falu rendőrök, nem tudom, hogy láttátok-e. Nem, most valahogy nem. Most nem? Most amikor jöttünk, nem volt egyáltalán, meg is lepődtem, mert mindig ahányszor jövünk, megállítják a kocsit és elkérik azoknak is a papírját, akik a kocsiba ülnek. És most először volt az elmúlt 8 hónapban, hogy nem. De másfelől jöttünk. Petőfi bánya felől jöttünk, szóval lehet, hogy azért nem. De mondom, jönnek így vissza, hírek, mert vannak olyanok, akiknek van otthon motorjuk, az itt van a feleségük, jön hozzá, és akkor azért azt mondta nekünk, így ebéd tájékán, amikor volt, hogy már megint tele van a falu rendőrökkel, még valami lövés volt. Amúgy ezek az emberek mai napig félnek. Hát miért ne félnének? Félnek. Még ide itt is félünk, amúgy állunk, akik jöhetnek. Tudom, hát hallja az ember, megolvas. Most lesz fogcsikargatás. Az az, hogy most lesz hajdelhajt. Ezt így még azok a személyek, akik miatt április 22-én volt a balhé, azok, hogy megvárják, hogy lezajön a polgármesti választás, hadnak egy hónapot, egy félkészülés időt. Ők is így van, sőt... De a betyárseregesek is. Így van, így van. Meg hát valójában ez a polgármester bemeri valani azt, hogy ő csak az a 430 emberi kell, hogy tegyen, mert ők választották meg. Meg a másik, hogy Eszes Tamás, igen, itt van, az interneten már... És a bandáját látták, vagy valakit? Láttuk. De most motoron jönnek, vagy gyalog jönnek? Vagy kocsival, most már kocsival, most már jó megy nekik. A másik még azon a részen, a Kecskékő alatt, ahol lakunk, igen. Ott van neki körülbelül egy a másfél két hektárnyi területe. Igen. És már feltette az internetre, nem tudom, hogy nézted-e, hogy egy országos központot szeretne oda hogy ne, de ez már többször, hát az gyakorlatilag már a választásokkor. Nem, azért ez nem szabad neki megengedni. Hát nem szabad neki megengedni, de ezt se lehet volna szabad megengedni. Ilyetem oda, hogy jöhess. Hogy te mehessenek a cigány sorra, Fugyas Alex és társa. De ki engedte, hogy a polgármestert eltervezte? Aki beengedte, a ezt kaptunk egyébként a bakancsot. Ja, bakancsot kaptatok meg. Felsőt, hogy van egy kabát hozzá. Így, ahogy van egy kabát. Ezt nem itt van el. Bakancs még ezen pólunk. A kabát most nincs senki. Meg a csizma. Igen. Hogy ha esőben van, akkor esőben is dolgozunk, mert nincs ott van. És feküdjetek hasra, hogyha jön a villám. Igen. Ha jön a villám, akkor feküdjünk, de így van. Igen. Ez jó ötlet. Eszetekben nem jutott volna. Nem. Jó, hogy segít. Egy jó ötlet minden. Igen. Ma van egy hete, hogy a dolgozunk? Nem egy hete van, hanem 8. napja. De hát nagyon elnézést, sokat csináltatok. Igen? Nagyon. Amikor Amerikába a keleti partvonalról elindultak az úttörők, a pioneerok, hogy a szűzföldeket meghódítsák, hát nekik is volt sokkal jobb. De igen, az abban az időben volt. Tudod, mi volt a különbség? Nem volt köröttük csendőr. Ez egy lényeges különbség. Egyrészt, meg hát egy pár század alatt. Valójában ők úgy állít, igen, de nem tartjuk azt megfelelőnek, hogy egy politikai párthoz erősen kötődő nevezzük paramilitáris, paramilitáris alakulatok tartják fel a rendet. Mi akarják elvenni a rendőrségnek az erőszak monopóliumát ilyen értelemben? Hát nem, akármilyen így van. Miért? Meg miért készítik rá azt a falut, hogy egy ilyen gazdasági helyzetben, amiben most van, hogy vállaljon fel olyan költségeket, amik ezekbe kerülnek? Miért nem a helyi polgárőrséget erősítik meg? Azért, mert nincsen kötődése a Jobbikhoz. Mert ugye minden... Vissza a falu fizetni a csendőröket? Hát a csendőrök azok nem minden fognak jönni. Azok egy programon belül fognak idejönni, és... Amit én itt most látok, ez itt, én nem értek a mezőgazdasághoz, de itt egy tömbben van egy hatalmas nagy szőlőültetvény.
Hamarra végig kint. Az a másik rész, itt van. Igen, ott lenni is. Ennek mi van a tulajdonjogával? Ezek magánkézben vannak, igen, ezek a területek. Ez, amin most dolgozunk, az pedig az... Sok embernek a kezében van, vagy kevés embernek a kezében? Hát nem olyan sok az. Kik azok? Tudjuk, hogy kik azok? Többségi lakosok. Helybéliek és nem helybéliek. Ti most a többségi lakosoknak tisztogatjátok, ha jól értem. Nem, ez a hely az önkormányzati is. Itt a tenap megmondta szemtől szembe, hogy hát aki nem fogadja el a programot, az nem építő, hanem romboló. Mondom, nem lehet senkinek magánvéleménye. Nem, mert amit mi mondunk, amit lehelyezünk a programba, az építő. Igen. Mondom, tessék már mondani konkrétumokat a programról. Hát még nincs, de építő lesz, az biztos. Már építő meg romboló köztünk, azt mondta. Cigányok irányzik. Az a nő, az jó. Hagyjad, már én tudom. Mindjárt várjál. Tudd el oda? Ide kell lesz neked még rakni, Sannát. Ugye hol a fizetés? Akkor hozok meg mindenki járni? Azt is tedd az elejében. Ebben találkozunk vele, jó? Nem már kell a halálra. Legyen aláírva nekem, és el kell majd írni. Hát erről megjövök, meglátnak engem, megjövök mérekül mindig. Akkor van ezt a melyeket, tudom. Igen, akkor majd később jövök. Az valahogy nincs rajta, hogy mennyit fizetnek, csak az nincs. Csak az nincs rajta, hogy mennyit. Egy szerződés, amelyen csak az nincs rajta, hogy mennyit fizetnek. Itt egy tájékoztató nem szerződés. Minden szar rajta van, de hogy mennyit fizetnek, az nincs rajta. Láttad? Nagyon jó. Nézd meg, hogy nincs semmi. János? Több szabadságot összít, akkor vissza kell fizetni, de hogy mit fizet, hogy miből fizet, azt nem tudjuk. Hogy mennyi a fizetés, az nem derül ki. De az kiderül, hogy lesz-e. A munkaszerződésben azt hiszem, hogy oda bevallik, hogy... úgy néz ki, hogy ilyen. Hát ebben nincs hát sem. Nem reggel, két reméljük, hogy hónap lesz. Tiszteletem. Tiszteletem. Hallom, most kemény a munkatot voltam. Eléggé. Hát a... közmunkához képest, ugye abban vagyunk végül is, azt a bért kapjuk a közmunkát, ígértek. Lehet, hogy a közmunka az ennél fizikailag sokkal lazább volt eddig. Persze, igen, eddig, igen.
De hát most tulajdonképpen hát szűzföldet hát feltörés. Hát itt a tanásnál már ugyanaz. Abba dolgoztunk. Ahhoz képest, a közmunkához képest, ez tripla munkát kell végezni. Úgy van szerződés, most itt nálam, hogy segédmunkás. Ha az ember tegyél megalázni, nem lehet. De lehet. A takmára van meg az erdőbűvési bizonyítvány, konkrétan erdőművel és tisztítás, ültetés, öntözés, vágás, erre van a bizonyítványunk, és akkor úgy alkalmaztak, mint segédmunkás. Hát ennyire már azért nem lehet az ember megalázni. Akkor minek most akkor? Minimál bére. Akkor is kell, minek jártunk, a bizonyítvány minek, akkor az értelmetlen volt az egész iskola járás, vagy most hogy van? És azt mondta a jegyző, mert én kérdeztem, azt mondta, hogy ez nem minősű szakmán, csak a úgy most szakmunkás bizonyítvány minősű annak. Mert nekem van egy másik is okásban, az a heggesző szakma, amiben mentem felvételre, gyárba, ott van lent Ászlárás, az a német cég, Starker, ott nem kérdezték azt, hogy hogy járt, mit járt, itt a munkadarab csináljam, és akkor fel van véve. Itt meg már egy bűzi. Már az első úgy kezdték, hogy ez nem jó, mert ez nem ide szól, meg ilyenek. Holott ez fedi valóságot. Hát van itt több szakmás. Őnek is meg van az erdőművés szakma. Másnap azt mondták, hogy ha így haladunk, akkor egy évig eltart csak a tisztítási folyamat. Másnapig azt mondják, hogy ha ilyen rommal csináljuk, az egész erdőt kész nyomát. Hát úgy, mindenképpen baj, amit csináltak. Az igazság, a szerszám is van hiányosság, meg maga a munka feltétlenül hiányos. Hát tudják, hogy az, hogy itt 4 hónapig egy helyen nincsen egy úgymond vécé, meg egy ilyen bódé, valami, akármi. Ha elkezd zuhogni, akkor hova menjen? Nem is az. Még a WC nem, de a bódé. És hogyha egész temestünk, akkor hova majd enni? Kajálni? Hol pihenünk majd? Esőben? Ott kint eszünk, vagy hogy lesz? Hasonlap és pedig a helyet adott, a hely megvan, mondom, nem menjünk sehova, ott 4 hónapig ott leszünk. És akkor nem visznek rá egy kis bódét ki. Az azért mondom, van egy hiányosságok, meg még ebben a világban salózik az erdőben, hogy? Itt. Se egy izé nincsen, egy ilyen korosholló, izé van. Semmi gép. Macsete, semmi. Egy gép van, ilyen izés, de mikor a csávot csinálja. Nem máskor használtak, így van. Erről van szó. A WC nem is olyan lényeges, hanem a bódé. Át, akkor be kell menni. Azt kérem. Mindenki, hogy tiszta kicska a kezed. Erről van szó. Az a baj, van egy hiányosság. Nem ezt ígérték, de ezt kaptunk. Jó, maga a munka az jó hálásának, hogy van ez is, mert többütös egély, az biztos. Viszont nem feltételekkel. Végül is, persze. Mert nem egy körülményben. Voltak kint Pestő, és mit tudom, valami miniszter azt akkor ígérgetett, hogy lesz busz, ami kihord minket. Meg így van. Meg az lényeg, az egész a kiárs oda-vissza. Majd is 60 éves lesz, akkor kiárni oda, messzire. Felkülünk 6-kor, vagyis hogy én 6-ra kellek, elég kiűszörök. És fél 8-kor kezd dolgozni. Hát ki kell érni fél 8-ra. Az igazán ez a nagy dolog, hanem az. És aztán 6-ra van ott van. Körülbelül. Ami 12 óra 6-6-ig, ha jól számolom. Így van. Igen, de még ebbe is belevágnának, de ha nem volna ilyen megalázva a munkat. Ja, hát látták, hogy hol vagyunk, egész nap se egy hűvő, semmi. Ott kell kint állunk egész nap a melegbe. A minimális igényen nincs biztosítva. Le munkáról van szó, az ember megcsinál bár. Se védőital, se sapka, se semmi. Hát az a szódavíz vagy valamit hoznának ki. Védőt vagy valamit. Semmi. Na meg a lényeg a kajapész, a kajapész. Kajapész. Ugye a másik, egy ilyen 25 fős brigád indul, és 22. Már kapva a költséget, mert nem kapunk. És úgy az a címe, hogy közmunkra program. Passz. Ugye nem kaptunk még választ. Nem, hazudok, mert a jegyző egyszer azt mondtam, hogy volt itt az a munkavédelmi oktatás. Mert valaki ezt a témát feldobta, hogy mi nem kapunk csekket. És az a munkáltató. És azt mondta, hogy a avodáig se kapnak. Se ők nem kapnak el csekket, akkor mi még holnapot lesz a jegyző? Nem, azt mondta, hogy holnapig el kell menni, már talán előteresztette, de telefon elbírul kéne, hogyha valami gumat az a fizetésnél. De hogy ezt mire mondta, ki tudja? Mert azt mondta... Jobban. 20 ember volt beírva, a többség rakosság közé, de csak 2 ember vállalta be 20-ból. Másik kettő még nem patai. Inkább úgy mondom, hogy 4 van, de 2 helybeli, 2 meg nem. Tehát nem 24-16, hanem 36-2-2. Az a kettő, az miért vállalta el vajon? Hát mert ők... Spassz! Gondolom, ahogy vannak, hogy... Ezt tőlük megkérdezni, de Ádám, mennyit mentek el itt? Ja, az a kettő volt az előbb, akik itt állnak. Abos egyik munkavezető. Nem tudtak köszönni, tudod? Jó napot kívánok! Na, viszlát! Ez a Simáncis, Spassz vállalta el. Velük képes? Azért, mert ő úgy gondolja, hogy a családjának megélhetés kell.
És ő máshogy nem tudja biztosítani, csak így? Ez normális. És fűkaszával dolgozik. Így van, úgyhogy nincs tóla papi semmi. Hát szóval, aki nem patai, a gépes, vágta azt a rohadt kis füvet, de hát nulla, le kellett cserélni, le kellett tenni a vízi, nem bírtak csinálni. Vágdost a főthöz a gép úgy, hogy volt... Papírja van neki róla, szóval így? Vannak olyan időszakok, amikor a csapatokból, a négy brigádból beáll az egyik, és akkor elkezdi vágni. Mert nem idegen ez a dolog, mert ugye itt az önkormányzatnál nem is lehetne hivatalosan, de mi vagyunk rajta nagy mennyiségben ezeken a gépeken. És akkor beállnak, és akkor ők mutassák meg, mondom, hogy így kéne csinálni, így kéne. Meg no, ha már ennyire belejött, meg be is csinál már még egy darabig. Megen. Meg be is hát két napig rajta volt. Beáll? Így van a János. Az rajta volt két napig. Ők mennyit kaptak? Köszönöm, valamit, jársó volt. De 78-at kaptak ők is. Itt.